GoPro velem van. Na, visszakerült hozzám a kis GoPro-m így most már végre. Mármint eddig is nálam volt, csak rajta volt a Phantom 2-n, és olyan két csavar tartotta ilyen kis alumínium keretbe, és nagyon macerás volt kibeszerelgetni, és meg be volt dugva ugye a Phantomba, és lusta voltam kiszedegetni. De most megvan. Ugye, mik történnek mostanában? Hát csupa-csupa gázok itt a munkákon, meg minden, tehát ilyen hülye sztorik, ilyen utolsó fizetés, az utolsó részlet, ugye, mert részletbe fizetik ki a munkákat általában, és ezeket az utolsó payment, last paymentnek hívják, ezeket a legnehezebb megszerezni, mert ilyenkor már azt hiszik, hogy soha többet nem látnak az életbe, és ilyenkor minden belekötnek, nehogy elmenjél, hogy utána meg ők, nekik kelljen javítani, amit esetleg nem vettek észre. De hát, ugye észrevett, de már az a baj ugye egy idő után, hogy annyira belelendülnek ebbe, hogy ne vegyenek észre valamit, hogy azt is észreveszik, ami nincs is. Úgyhogy megvan a kis agyfaszok minden napra. Például, mi volt például? Például az volt, hogy ugye csináltunk egy, még ott videóztam is, egy pár szobát csináltunk egy házba, blablabla, meg ilyen műmárvány, meg olyan tapéta, meg amolyan, ahol tapétáztam bandikával. Ugye a végénre bent maradt, mit tudom én, egy 5000 dollár körüli pénz, ugye, mert közben fürdőszobát csináltak, utána annak meg kellett várni, hogy csempézés kész legyen, hogy föl lehessen tapétálni, blablabla. Mindegy 5000 dollár, erre ugye 3 hétig ki lett küldve a számla, 3 hétig semmi, se bú, se bá. És ugye ilyenkor már 2-3 hét után azért már leszoktunk egy kicsit gurulni, és akkor megkeressük a tulajt, vagy az építési vállalkozót, vagy a tököm tudja, vagy a belső építést, mikor kint keresztül megy valami munkánk. És na mindegy, summa summarum. A lényeg az, hogy megkerestük a tulajt, és azt mondta, hogy ő tegnap elküldte a csekket, csekken kapjuk a pénzt. Oké. Mindegy, megkapjuk a csekket, hozzájön egy levél, hogy itt volt a riasztós, ugye, ami vannak ilyen érzékelők a mennyezeten, ami a tüzet riasztja, és hogy a festők, biztos a festők miatt telement porral a kis kütyű, és ki kell cserélni, és 110 dollár darabja, és 9 darab volt az egész házban. És ugye 110 dollár, szó 9, majdnem, ugye, na majdnem 1000 dollár, 1000 dollár, oké, plusz adó, ez az amaz. És akkor mondom, álljunk már meg egy percre, mert, ja ugye ez levonva a pénzből, ez az 1000 dollár, 1100 dollár, vagy mennyi, majdnem 1100, levonva a végösszegből, és ennyit kaptok, de minket nem hívott senki, hogy mit csináltatok, meg ez, meg az. Na mindegy, és ugye annyit csak az egészről, hogy annyi szívesség volt, annyi szívességet tettünk a nőnek, mi pakoltuk ki a bugyjait a gardrób szekrényéről, hogy le tudjuk festeni annak is a fal részét, meg mit tudom én. Tehát ezt mind ingyen, hát mi vagyok én, ez a költöztető, tehát le kellett vinni egy csomó mindent, meg kidobni, meg ez, meg az, és ez mind ingyen. Meg volt olyan, hogy két szobán megváltoztatta a szint, akkor azt újra kenni, azért se számoltunk.
A másik, ja igen, és akkor ugye az egészhez annyit, hogy akinek egy kicsi halvány dila gőze van az egészhez, az tudja, hogy ezek a érzékelők, ugye, hogyha ezek az érzékelők, hogyha port kapnak, vagy füstöt éreznek, vagy bizonyos gázoknál szoktak bekapcsolni, akkor megszólal a riasztó az egész házba. Itt úgy van Amerikában, és akkor ez a riasztó rendszer értesíti a tűzoltókat, automatikusan jönnek ki, ha a tulaj nem veszi fel a telefont. Ugye, mert először felhívják a tulajt, vagy hogyha nem veszi fel a telefont, vagy esetleg fölveszi és azt mondja, hogy tűz van, de mindegy, az a lényeg, hogy ha nem kapcsolható, akkor is kijönnek, mert lehet, hogy elégett a telefonkábel, vagy akár. Ugye kétszer már jártunk úgy. De hát ezek 20 éves riasztók voltak, érzékelők, és ezek a ugye vastag padlószőnyeg volt végig az emeleten, és ezek tele mentek azzal a porral, mert ugye takarítva ott körülbelül 20 éve volt utoljára. Mocskos volt. Na, a másik agypassz meg, hogy ez most volt, hogy tegnap előtt esett az eső, mint az állat, kapok egy üzenetet az ottani építetőtől, ahol éppen dolgoztunk, és csinál egy fényképet kapok, csinált egy fényképet, hogy az eres csatornában benne van a csiszolópapír összehajtva, és azt, hogy az én festőim tették bele, jó, valóban valószínű, de azon felül meg volt ugye ilyen összerohadt levél, meg mulcs, vagy minek hívja meg ám, mulcs, vagy minek, belerohadt falevél, meg sár, meg már virág nőtt ki a csatornába. De biztos ja és leázott ugye az egyik szoba az miatt, ami az eresz alatti szoba beázott, mert hogy benne hagytunk két csiszolópapírt az eres csatornába. Ugye ez jó, ez még oké, mert ezt látta az építető, hogy más is van benne, és a tulajnak ezt takarítatnia kellene, úgyhogy nem, ezt megúsztuk. De akkor van a másik. Rak maradja. Van a másik, egy másik ház, kívülről. Kívülről festettük ablakokat, ugye léceket rajta, meg itt ilyen faborítás, azt is minden. Régi ablakok, 20 éves ablakok, mindegy, és hol nyílik az egyik, hol nem, hol zárul, tudja, itt ilyen leföl csúszik az ablak, és hát ugye amikor régi valami, akkor ugye megdagad a párától, itt nagyon párás amúgy az idő, és akkor szorul egy kicsit az ablak, és akkor ugye ez megy hétről hétre, utolsó részlet ott is benn van, és nyaralónak használják a házat, amúgy 2 milliós ház nyaralónak, New Yorkban élnek, és akkor itt a kis New York melletti városban, ugye azért ez zöldövezet, meg minden, ahol én lakom, itt vesznek ugye házat ezek a New Yorki Wall Street-esek. És lényeg, ami a lényeg, hogy lefestettük a házat, belülről is mi festettük egyébként, és azért is csináltuk kívülről. Amúgy nem kellett volna elvállalni, mert nagyon már alkudozott a végén az ember, és ez már nem jó, kezdődik, ha alkudoznak. És a végén, amikor kész voltunk, megpucoltuk az összes ablakot az egész házon. De hát itt úgy képzeljétek el, hogy ilyen beosztásos, tehát 6 kis ablak van, vagy 4 kis ablak van egy ablakban, és akkor 2, tehát 8 kis ablak van egy ilyen leföl nyílós ablaknak. És mind a 8 kis üveget egyenként megtakarítani, kívülre ilyen viharablak, azt is mindet lemosni, megtakarítani, mindegy. Tehát 2 emberem egy olyan 4 napig azt csinálta. Erre bent van az utolsó részlet. Erre azt mondja a tulaj, hogy még nem elég tiszta az ablak, és azért nem adja oda a pénzt. De ezt ingyen csináltuk az ablakokat, tehát ezt grátisba. Ezért mi nem számoltunk plusz pénzt, benne sincs kontraktban, a szerződésben. Tehát
Ja, és akkor hívott egy másik ablakpucolót, és amit az ablakpucoló számolt, neki pénzt, azt le akarja tőlünk vonni. Akkor álljunk már meg egy pillanatra. Kétszer fizetünk azért, ami benne sincs a szerződésben, és nem is mondtuk valaha, soha, ki sem ejtettük a szánkon, hogy azt mi meg fogjuk pucolni. Fasza. Ilyenek a mi kis környéken élő gazdagaink. Arra jöttem rá egyébként, hogy minél több pénze van valakinek, annál agyasabb. Lehet, hogy vegánnak van mégiscsak igaza? Egyszer eldurran a búrám, aztán veszek én is egy földet, ott aztán kapálok meg. Én tartani fogok azért állatokat is még, hogyha megkívánom a húst, de mondjuk nem tartanék, mert úgyse lenne szívem egyiket sem megölni. Úgyhogy egy csirkét nem vágnék le. De érdekes, hogy ezt állatok felé érzem, emberek felé nem ugyanezt érzem. Na mindegy. Fasza. Ez mindez egy hét alatt. Hét alatt? Hát elmúlt milyen hét alatt? Hát kedd van. Két nap alatt. Már észre se veszem. Úgyhogy itt sincs kolbászból a kerítés. És igen, a kis vállalkozás az itt is szopacs. De még ettől függetlenül még mindig azt mondom, hogy sokkal könnyebb, mint mondjuk Magyarországon. Tehát el tudom képzelni, hogy ez mindennapos. Meg tudom is, hogy mindennapos. De Magyarországon, de azért itt se egyszerű. Ja, hát mindennapos otthon ez, de na éppen ezért, egyébként éppen ezért élek itt. Amúgy én is inkább Magyarországon élnék a szívem szerint, de pont ezért élek itt közel 20 éve, hogy nem akarom ezt a agyfaszt. Tehát már itt is ez az agyfasz van. Vagy lehet, hogy csak rossz államban élek, rossz környéken, így ez a New York-i őrület, ez be... Oda basz. Na jó. Csákányi László.